Elkészült a Bereki bekötőút, Bogrács Fesztivál, autóbusz közlekedés támogatása, átlagosan 20 000 forintba kerül az iskola kezdés. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcat Televízió napi hírműsorát látják. 2019. augusztus 29-én 18 óra 5 perckor. Hivatalosan is átadták a felújított Berekfürdői bekötőutat, mely mintegy 2 kilométeren újult meg. A több mint 100 évvel ezelőtti karcag Berekfürdő közötti lovas, majd autóbuszos közlekedési lehetőségeket dr. Berkó Attila megyei kormánymegbízott idézte fel, aki példán keresztül azt illusztrálta, hogy már akkor is nagyon szoros összefogásra volt szükség egy-egy beruházás, vállalkozás megvalósításában, akár csak most. Kell egy nagyon jó gondolat és egy nagyon szoros összefogás, hogy meg tudjuk valósítani az ilyen és hasonló útfejlesztéseket, hangsúlyozta, majd azt kívánta, hogy mindenki használja nagyon sokáig megelégedéssel ezt az utat. Nem csak 100 éve, most is fontos a fürdő megközelítése, hogy milyen út vezet oda. Kezdte beszédét Molnár János polgármester, aki szerint a település legnagyobb megélhetését biztosító forrás ma is a fürdőre épülő idegenforgalom, a szállással és vendéglátással. Épp ezért fontos, hogy minőségi utakon tudjon ide érkezni a több 10 000 vendég a településre. Ez most megvalósult. Köszönjük mindenkinek, fogalmazott a településvezető. Az út valóban olyan felújítás, amit nagyon régóta vártunk. Mi berekiek is, minden egyes lakos, aki Berekben él, de ezen kívül még sokkal többen az a rengeteg üdülő vendég, aki évről évre, mondom, napról napra ide jár. És azt is tisztán világosan látjuk mi magunk is, hogy az országban nem ez volt a legrosszabb út, a mi bekötő útunk. De a miénk, nekünk ez fáj, és a turizmus az valóban lételemünk. Berekfürdő turizmus nélkül már nem létezik. És egy rosszabb minőségi úton turizmust nehéz elképzelni. Tehát ezért is volt nagyon-nagyon fontos, hogy elkészüljön ez az út. Ezért vagyunk hálásak minden döntéshozónak, kivitelezőnek, bárkinek, akinek köze volt ahhoz, hogy ez elkészüljön, hogy ez valóban el is készült. És örömmel használjuk. Uniós finanszírozás keretein belül valósult meg az 1950 méter hosszú felújítás. Legutóbb 1981-ben volt itt burkolatfelújítás. Most megújult 4 buszmegálló és a patka is. 52 kereszttáblát cseréltek ki 70 nap alatt. Nettó 105 millió forintból sorolta az adatokat Váncsa Zoltán, a Magyar Közút Nonprofit ZRT megyei igazgatója. Dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő is gratulált a fejlesztésekhez, hiszen, mint fogalmazott, a nagykunságban sem mindegy, hogy milyen körülmények között tudnak vendégeket fogadni és pihenni. A Berekfürdői út évtizedek óta szolgálta a forgalmat, a turistákat, lakosokat, így ma már megérett a felújításra. A megye egyik legfontosabb gyógyhelye lett már a Berekfürdő, ahol az elmúlt években jelentős beruházások is megvalósultak a termálvízzel kapcsolatban is. A Karcag Kumadarasi út felújult néhány évvel ezelőtt, és ez egy bekötő szakasz Berekfürdő felé, amely Magyarország egyik legjelentősebb turisztikai célpontja, fürdőhelye, tehát a megközelíthetősége az első rangú feladat, így most ezt sikerült megoldani, úgyhogy én gratulálok Berekfürdőnek. Illeszkedik ez a fejlesztés a többihez, ami itt az elmúlt években megvalósult, a fedett medence kialakítás, megújult a parkétterem, egy igazán kiváló bioétterem, iskola felújítás, községháza bővítés, a sétány, illetve járdák felújítása zajlik jelenleg, tehát látszik az, hogy Berekfürdő csak úgy, mint a többi település a környékben fejlődik. Én úgy látom, hogy a közlekedők elégedettek az úttal. Most van néhány további feladat, itt egyeztettem a közút igazgatójával, Váncsa úrral arról, hogy a kerékpárúton is egy karbantartás mindenképpen szükséges, hiszen az elmúlt éveknek ez a szélsőséges időjárása nem csak az embereket teszi próbára, de az ember által megépített közműveket, úthálózatot is, és látszik azt, hogy ott is hosszú repedések vannak, a gyom is elkezdte benőni, úgyhogy most megkezdődtek ezek a munkálatok is, és én remélem, hogy itt is majd jól látható előre.
lépés lesz. F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő szerint Berekfürdő jó úton jár mostantól, hiszen könnyebb megközelíteni, de a település jó helyes úton is jár, ami a szépségeihez, a fejlesztéséhez, javulásához vezet, hozzájárul ahhoz, hogy a megye második legnagyobb turisztikai központja lett, hiszen minden korosztály számára vonzó, mondta a képviselő, aki a továbbiakban is töretlen fejlődést kívánt a településnek. Aki itt a környékben nőtt fel, az pontosan tudja, hogy a gyerekkorától kezdve mennyit változott Berekfürdő, mennyit változott a környék, és mikor volt jobb az út, mikor volt rosszabb az út. Néhány évvel ezelőtt, amikor a Karcag és Kumadaras közötti út megújult, akkor már mondtuk, hogy jó, akkor a berekfürdői bekető útnak is meg kell újulni, hiszen nagyon sok turista jár, nagyon sokan járnak ezen az úton, és hát örömmel látom, hogy Berekfürdő nem csak a strandjával, nem csak a középületeivel fejlődik, hanem most már jó útja is van, tehát jó úton jár. Én azt látom, hogy a berekfürdőiek mindig tele voltak ötlettel, megvalósítható ötlettel, és jó érzés mellé állni, hiszen a strandfejlesztés is, vannak néhány olyan rész, ami tényleg az utóbbi 30 évben nem újult meg, ezeket fejleszteni kell, és hát fel kell arra készülni, hogy egyre több turista jön Berekfürdőre, és az ő ellátásuk minél magasabb színvonalon kell, hogy megtörténjen, és hát jó kijönni úgy nyáron akár családdal Berekfürdőre, hogy megmaradt, fejlődik Berekfürdő, de megmaradt arra nyugodt, csendes, otthonos helyre, aminek mi is emlékeztünk, és ehhez kellenek az intézmények, a strandfejlesztés és természetesen a közutak, az infrastruktúra fejlesztése is. Az utat Tóth Attila Strabel konzorcium területi cégvezetője jelentette készre, majd jelképesen átadták az utat. Idén 6. alkalommal rendezték meg a Kumánia Bogrács Fesztivált a Kisújszállási Gyógy- és Strandfürdőben. Kunételek bográcsban főzése kirakodóvásár várta a látogatókat. Zámbori Péter, a Kumánia Gyógy- és Strandfürdő ügyvezetője a Karcag Televíziónak adott interjúban elmondta, hogy immáron 6. alkalommal került megrendezésre a főzőverseny. 2 évvel ezelőtt került a szépségkirálynő választással egy napra a Bogrács Fesztivál, mire a vezetőség úgy ítélte meg, hogy délelőtt a gasztronómia szerelmeseivel, az est pedig a szépségek megcsodálásával telhet. A reggel folyamán egy Bogrács Fesztivállal indítunk, ezt 6. alkalommal rendezzük meg, a délután folyamán, illetve este pedig a Kunország szépét választjuk meg, ez pedig 7. alkalommal kerül megrendezésre. Én bízom benne, hogy a két programot 2 évvel ezelőtt hoztuk össze egy napra, mert úgy láttuk, hogy egy teljes komplex napot ki tudunk hozni belőle, és ezzel tudjuk várni a vendégeket. A főzőcsapatok közül legmesszebbről kőszegiek jöttek, de Nyárádról, ez Pápa melletti kis település is érkezett főzőcsapat, illetve innen a környékről. A szépségek közül a délvidékről is érkeznek, Topolyáról, illetve Szabadkáról is lányok, akik indulnak. Ugye ott az a környék az Pacsér révén Kisújszállásnak testvértelepülése, tehát még lehet, hogy valamilyen kun vonalakat is felfedezhetünk majd a lányokban. És végeredményben a lányok közül is Budapestről, Izsákról, Kiskörösről, az ország minden részéről érkeznek vendégek, és hát a hozzánk látogatók is, turisták is, őket azt tudom mondani, hogy hál' Istennek a világ minden részéről megtalálják a Kumániát. A szezonban nagyon-nagyon jó, tehát 80% fölötti kihasználtsággal bírunk. A tavalyi évet vagy átlagosan 70%-os kihasználtsággal zártuk, ez országos szinten nagyon kimagasló. Néha úgy mondom, problémát is okoz a kihasználtság, mert ugye a karbantartásra, illetve a tisztántartásra is nagyon odafigyelünk. Hát a tulajdonosban is bennünk is már megfogalmazódott a szállodának a bővítése. A kempinget azt idén bővítettük, idén fejlesztettük, újabb 16 lakókocsis állást alakítottunk, és azt kell mondanom, hogy a kempinget az idei évben kezdték el felfedezni a lakókocsisok, illetve a sátrazó vendégeink. Az igazgató elmondta, hogy az elkövetkezendő időszak tervei között szerepel az új kültéri medence kialakítása, melynek várható befejezése az őszi-téli hónapokra tehető, így hamarosan igénybe tudják venni a Kumániába látogató vendégek. Bízom benne, hogy napokon belül el tudjuk kezdeni majd a új kültéri strandmedencének a
fejlesztését, építését, a kiviteli terveket nemrég kaptuk, meg véglegesítettük, most már a kivitelezővel történnek az egyeztetések, és én bízom benne, hogy ezt napokon belül el tudjuk kezdeni. Ugye ebben benne van az is, hogy nagyon nem szeretnénk a nyári szezont megzavarni, tehát nem szeretnénk, hogy építési területté váljon a strand. Kece István polgármester elmondta, hogy Kisújszállás, mint a Nagykunság kulturális fővárosa, kiemelt figyelmet fordít arra, hogy olyan rendezvényeket szervezzen, ami kielégíti a város és a környékbeli települések lakóinak igényét. Kisújszállás, mint a Nagykunság kulturális fővárosa, nagyon nagy figyelmet fordít arra, hogy olyan rendezvényeket szervezzen, amely a város lakosságát, a környező lakosság igényeit minden szinten kielégíti. Ez azt jelenti, hogy évelején összeállítunk egy rendezvénynaptárt. Ebbe a rendezvénynaptárba belekerül 250-300 rendezvény évente, és mindenki kedvére válogathat. Ez most egy ilyen rendezvény, minden, ahogy gyakorlatilag átlagosan minden napra esik egy rendezvény, és akkor, amikor vendégek érkeznek, vagy a kisújszállási lakosok szeretnének egy-egy rendezvényen részt venni, akkor kedvükre válogathatnak. Majlát Emes a Kumánia ügyfélkapcsolati vezetője volt a rendezvény főszervezője. Elmondása alapján színesítik a strand kínálatát ezek a rendezvények. Az idei évben én úgy tudom, hogy második alkalommal kerül megrendezésre ez a tuning találkozó, ahová a Szolnoki Rados a főszervező keresett meg bennünket az tavasz elején valamikor, pontosan így már nem is emlékszem, tehát a tavasszal ő keresett meg bennünket, hogy szeretné idehozni hozzánk, ő kisújszállási gyökerű, az idei évben, vagy bocsánat, a tavalyi évben Turkemén rendezték meg ezt a rendezvényt, az idén pedig ide szerették volna Kisújszállásra, és nagy örömünkre pontosan ezt az időszakot kereste, amikor így a nyár közepe körül valamikor lenne egy szabad hétvége, és hál' Istennek így a két rendezvény azt gondolom erősíti egymást. Nagyon bízunk benne, hogy mind a két rendezvénynek a résztvevői örömmel lesznek afelé is, hogy ez most egyszerre történik a két rendezvényünk. A nap folyamán 10 csapat mérette meg a főző tudományát, és 14 étel elkészítésére került sor. Volt közöttük tőtike szőlőlevélbe tekerve, amit a város jegyzője készített el és árulta el, hogy ez nem csak finom, de nagyon egészséges étel is. A versenyételek között készül még a versenynyertes pacal, és természetesen a méltán híres hungarikum karcagi birkapörkölt sem maradhatott ki a sorból. A versenyzőket Horváth Ferenc, a kisújszállási Horváth Kert vendéglő tulajdonos a zsűrizte. A zsűri elnöke Barabás Zoltán, a Magyar Gasztronómiai Szövetség elnöke, valamint Snitta Sámuel díjas éttermi mester volt. Horváth Ferenc elmondta, hogy a zsűri az értékelés során elsősorban az étel külleméle, színéle, az állagára, az illatára és természetesen az ízére figyelt oda leginkább, hiszen, ahogyan fogalmazott, minden érzékszervünkkel étkezünk. Ebben az esetben is, de más esetben is igen nehéz feladat van a zsűrinek, hisz lehet, hogy nem két egyforma ételt kell, tehát nem két birka pörköltöt kell értékelni, hanem különböző ételeket kell. Itt elsősorban ugye van egy küllem, hisz tudjuk nagyon jó, hogy szinte minden érzékszervünkkel étkezünk, hogy először a szemünkkel, hogy néz ki az az étel, ha darabolásról van szó, hogy van összedarabolva, milyen a szaftja, milyen a külleme, a színe, aztán természetesen az íze, illata, akár az igényességet, tehát körülbelül egy 3-4 szempont az, amit ilyenkor szigorúan veszünk és próbálunk értékelni. A nyáráddal érkező delegációt Pajak Károly, a település polgármestere képviselte. Első alkalommal vagyunk jelen, az idén lettünk tagja a Városok Falvak Szövetségének, és a kisújszállási meghívást révén kaptuk, és most első alkalommal érkeztünk ide. Mi egy gulyást főzünk helyi alapanyagokból, mi csak helyi saját magunk által termelt alapanyagot használunk. Önkormányzatunk foglalkozik növénytermesztéssel, állattenyésztéssel, tehát amit itt látnak, ez mind saját előállítású. Saját konyhánkat is szinte teljesen mi látjuk el, úgyhogy. És ráadásul vegyszermentes és ökogazdálkodás keretein belül folytatjuk ezt a tevékenységet. Tehát egészséges élelmiszer alapanyagokat használunk. Használunk bent lila sárgarépát is, ami nem egy szokványos, tehát ezt az idén kezdtük el termelni, ez úgy szintén nagyon egészséges dolog, tehát eredetileg a sárgarépa lila volt, és később változtattak sárgára. Itt is megtekinthető, abból is teszünk bele egy kicsit. A főzőverseny a visszajelzések alapján jól sikerült. A következő évben is, ha egy hely és jelentkező létszáma engedi, még nagyobb szabásúra tervezik majd.
Karcagváros helyi autóbusz közlekedési közszolgáltatás 2019. évi támogatására a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvény alapján a települési önkormányzatok 2019. évben is igényelhetnek költségvetési támogatást pályázati úton a helyi közösségi közlekedés támogatására. A pályázat kiírásra került a közlekedésért felelős miniszter, a helyi önkormányzatukért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter egyeztetésével. A pályázat célja: a központi költségvetési forrás biztosítása, a helyi közlekedés működtetésével kapcsolatos feladat ellátása, a települési önkormányzatok területén működő közlekedési szolgáltatóknál jelentkező és a közlekedési szolgáltatás ellátása során felmerülő tárgyévet megelőző veszteségek pótlása érdekében. A támogatás mértéke a költségvetési törvény 1.5 pontjában meghatározott éves támogatási keret a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelően benyújtott pályázati kérelmekben közölt adatok alapján a tárgyévet megelőző évben ténylegesen teljesített, környezetvédelmi szempontból az ebben a pontban előírt mértékben súlyozott személyszállítási teljesítmény arányában került elosztásra. A Karcagvárosi Önkormányzat, a helyi autóbusz közlekedés közszolgáltatás 2018. évében több mint 14 millió forinttal támogatta. A normatív támogatás igényléséhez elengedhetetlenül szükséges az önkormányzat képviselő testületének nyilatkozata a helyi közlekedés működtetéséhez, valamint fejlesztéséhez a tárgyévet megelőző évben adott visszanemtérítendő önkormányzat támogatás mértékéről. További nyilatkozat szükséges arról, hogy a helyi közlekedés önkormányzatunk közszolgáltató útján a tárgyévben január 1-től december 31-ig folyamatosan fenntartja. Valamint nyilatkozni kell arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárás útján vagy pályázati eljárás nélkül kötött az önkormányzat a szolgáltatóval közszolgáltatási szerződést. Tájékoztatta a Karcag Televízió Dobos László, Karcagváros polgármestere. A karcagi családok 33%-a 15-25 ezer forint közötti összeget költ az iskola kezdésre gyermekenként. 27% 10-15 ezer forintot, míg 21% akár 25-40 ezer forintot is hajlandó erre a célra fordítani, a Vatera saját felhasználói körében végzett felmérése szerint. A Karcag TV-hez eljuttatott tájékoztatás szerint minden tizedik család hozza ki 10 000 forint alatti összegből a kötelező iskolaszervásárlást, és ugyanennyien vannak azok, akik több mint 40 000 forintot áldoznak rá. Az arányok egybevágnak az online piactér két évvel ezelőtti hasonló kutatásának eredményével, tehát a szülők stabilan ugyanazt az összeget szánják az évkezdésre a közlemény szerint. A beszerzendő eszközök negyedét a családok interneten vásárolják meg. A vásárlók 39%-a vesz uzsonnás dobozt és kulacsot online, ezt követi 37%-kal a mágneses vagy parafa tábla, majd 36%-kal a tornazsák és az iskolatáska. A válaszolók több mint fele 56%-a a nyár elejétől folyamatosan vagy a szünidő közepén szerzi be a listán szereplő cikkeket. 44% viszont az utolsó pillanatra hagyja a bevásárlást. A Vaterán augusztus és november között 22%-kal nő a beiskolázáshoz köthető termékek eladása az azt megelőző időszakhoz képest. A családok 76%-a inkább az új dolgokat keresi, a 2018-as eladási statisztikák alapján azonban 86%-uk vásárol használt termékeket is az iskola kezdési időszakban. Az iskola kezdés előtt egyre többen adják el feleslegessé vált holmiaikat, míg az előző évben a válaszadók negyede próbálta értékesíteni a már nem szükséges eszközöket. A friss kutatás szerint már a válaszadók harmada tesz így. Két éve csak 70%-uk, idén már 78%-uk hirdet meg használható iskolatáskát, de szívesen tesznek szert extra bevételre a tornaórához kapcsolódó felszerelések, illetve a régi toltartók, ez mindegy 38% eladásából is olvasható televíziónkhoz eljutatott közleményben. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon. Viszontlátásra!